Nyílt levélben támadja Szárye József Néli Krőz uniós biztost. A néppárti képviselő azt kifogásolja, hogy az uniós biztos olyan dokumentumra kér kötelezettségvállalást, amely még el sem készült. Néli Krőz szóvivője híradónak azt mondta, hogy a biztos asszony jó ötletnek tartaná, ha a magyar kormány minél több független intézmény véleményét, elemzését meghallgatná. Magyarország helyzetéről és jogalkotási folyamatáról folyt a vita múlt héten az EP egyik bizottságában. Néli Krőz többször is arra kért egyértelmű választ, hogy Navracsics Tibor hajlandó-e nyilvánosan is kijelenteni, hogy a kormány az Európa Tanács véleménye szerint módosítja a médiatörvényt. Nem azt kérem, hogy vegye figyelembe, azt kérdezem, elfogadja-e és végrehajtja-e azokat a konkrét ajánlásokat, amelyeket az Európa Tanács megfogalmaz. Amennyiben ezek a javaslatok nem ellentétesek a magyar jogrendszerrel és a magyar alkotmányossággal, akkor természetesen. Ez más, mint amit ön az irodámban mondott nekem. Szájer József ezután éles hangú nyílt levélben támadta a bizottsági alelnököt. Az EP képviselő szerint Néli Krőz túllépett kompetenciáján, mert úgy követelt kötelezettségvállalást Navracsics Tibortól, hogy az Európa Tanács említett dokumentuma még el sem készült. Szájer figyelmeztette Néli Krőzt, hogy az Unióban nem csak a tagországoknak vannak kötelezettségei, hanem az uniós intézményeknek, a bizottságnak és egyes biztosoknak is. Az EP képviselő a holland-magyar demokratikus kultúrát összehasonlítva azt mondta, hogy nálunk még egyetlen politikus sem öltek meg nézetei miatt, de ez Hollandiában már előfordult. Az uniós biztos szóvivője telefonon reagált. Nem értünk egyet azzal, hogy Néli Krőz túllépte volna hatáskörét, mivel azonban sok aggódó hang jutott el hozzá Magyarországról és az országon kívülről is, úgy gondolta, hogy jó ötlet lenne, ha a kormány más független és tiszteletre méltó intézmény elemzését is meghallgatná, mondta a szóvivő. Azt is mondta, hogy a kormánynak nem kell majd tartani az elemzéstől.